Jelenleg a második Nógrád vármegyei általános iskolák horgászversenyén vagyunk, ami a versenybizottságunk és az ifjúsági bizottságunknak egy új kezdeményezése. Tavaly indítottuk a nagy érdeklődése való tekintettel, és a tervből valóság lett, úgyhogy immár második alkalommal itt Ludányhalásziba, az öreg tavon gyülekeznek a gyerekek, a Holt Ipolynál. 14-15 iskola képviseli a megyét, és elmondhatjuk, hogy nagyon pozitív a visszajelzés. Nem volt olyan iskola, aki hal nélkül távozott, vagyis nem fogott volna halat. Három fős csapatoknak hirdetjük meg, ez lehet vegyes, tehát fiú-lány, vagy csak tisztán lánycsapat, egy kísérő, minden csapat mögé kötelező. A gyerekek egy szektorban egymás mellett horgásznak, közösen gyűjthetik a halat, ez fogja a végső sorrendet kialakítani. Mint rakó, meccs vagy bolóval lehet horgászni, kimondottan egészen déli 12 óráig. 12 órától lefújjuk a versenyt, a gyerekek fogása összeadódik, és ennek alapján alakul ki a sorrend. 12 éves vagyok, Jenőről jöttem, de a Nógrád iskolába járok, és a nevem Purisják Honor Mátyás. Megkérdezte az igazgató úr, hogy jönnék-e, mert szoktunk ilyen posztokat kirakni. Mondtam, hogy jönnék, és akkor még kerestem embereket, akik szoktak horgászgatni. Egy kedves tanárom mindig jelez, ha van ilyen verseny akárhol. Most is ő jelezte nekem, hogy kellene egy csapat, egy jó csapat. Tavaly jöttünk, és el is hoztuk az első helyet. Úgy gondoltuk, hogy idén is jó lesz. Ugyanazt csináljuk, spitzbot, apróhal, a darab számra megyünk. Lehet, hogy váltani fogunk, mert most nem annyira jönnek, meg kicsik. Úgy tudom, hogy ebben a vízben több pont is van, nagyobb is a víz most, mint az átlag szokott lenni, és megpróbáljuk majd messzebbre. Örülök neki, hogy a Salgótarjáni központi iskola, Besztercei lakótelepi iskolája első osztályosokat delegált az idei versenyre. Szenzációs, nagyon nagy élménnyel és nagyon nagy várakozással tekintettek a versenyre, illetve van egy három fős lánycsapat, aki most már második alkalommal visszatérő ide a rendezvényre. Hát ez is bizonyítja, hogy a lányok között is, akár bármilyen sportban egyre inkább népszerű a horgászat is. Ugye megvolt a kiírás, körbe lett küldve, és talán azért esett így a választás, mert egy osztályból kerültek ki, és akkor így a csapatot így alkottuk össze, vagy raktuk össze. Három picúrral jöttünk, mindenki első osztályos, Zoé, Bence és Andris, mindannyian hobbi horgászok vagyunk. Pár kisebb halat fogtunk csak, kis vörös szárnyút, egy pár darabot, sneci volt egy-két darab. Jól érzik magukat, tetszik nekik, amúgy is járunk horgászni mindannyian, több helyre is. Ez a verseny így a vége felé már egy kicsit megerőltető nekik, még kicsik hozzá. Mosoly hol van? A balassagyarmati dózsás lányoktól azt kérdeztük, hogy hogyan is alakult ki a három fős női csapatuk. Először is mi jelentkeztünk leghamarabb, és tavaly is nagyon kiemelkedő teljesítményt nyújtottunk, harmadikak lettünk. Inkább a spitzbothoz értünk ketten, és Virág pedig rakóshoz, így választottuk. Mi spitzbottal próbáltunk inkább sokkal több kicsit, de rakóssal pedig inkább ilyen közepesebb, nagyobb halakat. Nagyon jól éreztem magamat, és a víz az pedig nagyon jó, csak néhány helyen nagyon sok a levél, a nagyobb levél, és ez megnehezíti a dolgunkat azért. Hazabeszélek pedagógusként, azt látom, hogy a Covid igen-igen felduzzasztotta a gyermek és ifjúsági horgászoknak a jelenlétét, akár megyei szinten is. Ez örömteli, mert családokat is látunk folyamatosan a rendezvényeinken, legyen az más iskolai verseny is, és van olyan intézmény, a sajátomról is tudok beszélni, hogy sorsolnunk kellett, hogy kik tudjanak jönni. Népszerű, egyre inkább népszerű a horgászat, és ennek örülünk is, hogy természetközeli helyen tudjuk biztosítani ezeket a rendezvényeket. Nincs olyan csapat, aki ajándék nélkül menne haza. A szövetségünk mindenkinek biztosít külön díjakat, kupát, legnagyobb halatfogó gyerkőc külön díjazunk, úgyhogy szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, amit hosszú távra terveztünk a szövetséggel. A harmadik helyért járó kupát a Dorokházi Móra Ferenc általános iskola csapata vehette át, a balassagyarmati dózsás lányok lettek az ezüstérmesek, míg a tavalyi versenyhez hasonlóan a Szent Imre növendékeinek idén is bejött a legszélső hely, így megvédve címüket most is aranyéremmel térhettek haza.